Üdvözlöm Önöket, ez itt a Cikádon magazin karácsonyi adása. 150 rászoruló család vehetett át tartós élelmiszercsomagot Bátaszéken a helyi önkormányzatnak, a gondozási központ munkatársainak és egy jótékonysági akción keresztül a városban élők összefogásának köszönhetően. Bátaszéken régóta hagyomány, hogy a helyiek az adventi időszakban összefognak azért, hogy azoknak is biztosan jusson étel karácsonykor az asztalára, akik nehéz anyagi körülmények között kénytelenek élni. Családnak, egyedülállónak, idős embernek, fogyatékkal élőnek próbálunk megsegíteni abban, hogy megkönnyítsük egy kicsit a karácsonynak a nehézségeit. Hát ezek a csomagok én úgy gondolom, hogy nagyon szépek, mármint a tartalmát illetően. Tartós élelmiszer tartalmaznak. Most nem sorolok fel minden, csak így általánosságban lisztet, cukrot, olajat, kekszet, konzervet, hagymát, krumplit, húst. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas azért ez az ünnepekre, én úgy gondolom, a családoknak egy segítség lesz. Az idejében, mivel elmaradt az áruházi gyűjtésünk, ezért a vásárlás is ránk maradt, és azért össze logisztikázni azt, hogy az adományokból meg tudjuk vásárolni ezeket a tételeket, és az pont annyi legyen, ugye amennyi adományunk beérkezett, se egy forinttal több, se egy forinttal kevesebb, hát ez nem volt egy egyszerű, de úgy gondolom, hogy összehoztuk, megoldottuk, és a Bátkomnak is nagyon-nagyon köszönjük a segítséget, mert valóban egy telefonunkba került, és ők jöttek, és fuvaroztak, jöttek a kollégáik, és segítettek nekünk pakolni, mert azért valóban ilyen kevés létszámmal ezt nem győztük volna. Az idei évben elég sok mindent össze tudtunk így gyűjteni, illetve meg tudtunk vásárolni. Ez köszönhető volt annak, hogy Bátaszék város önkormányzata közel 300 ezer forinttal támogatta ezt a karácsonyi akciónkat, illetve a helyi civil szervezetek, a helyi vállalkozók, a helyi cégek, és nem utolsó sorban nagyon sok magánember volt, aki adakozott és segített a rászoruló családokon. Most pénteken volt a városban a karácsonyi forgatag, aminek egy részét, közel 76 ezer forintot is nekünk adták azért, hogy ezeken a családokon segíteni tudjanak. És ugye ebbe benne vannak azok a magánszemélyek is, akik ott vásároltak, hiszen ugye ez az ő adományuk valójában. Itt Bátaszéken mindig jellemző volt, hogy jelentős összefogás van így advent idején, máskor is, de advent idején talán különösebben, és ebben az esztendőben is mintegy 150 család számára tudtunk biztosítani segítséget, száraz élelmiszereket, különböző olyan anyag élelmiszereket, amelyek segíthetik nekik, hogy a karácsony idején egy kicsit az ő ünnepi asztalok is egy kicsit bőségesebb legyen. Ez a város is biztosított forrásokat, illetve hát vállalkozások, magánszemélyek igen sokan úgymond a pénztárcájukba nyúltak, és ennek köszönhetően tudtuk ezt a lehetőséget biztosítani a családok számára. Maradunk az adományozásnál. A gondozási központ, mint minden évben, idén is karácsonyi műsorral és ajándékcsomagokkal lepte meg a rászoruló családok gyermekeit. A zenés színpadi darabot a Bátaszéki Felvidéki Néptánc Együttes legfiatalabb tagjai adták elő, a csomagok összeállításában pedig a város önkormányzata és bátaszéki vállalkozások is segítettek a szervezőknek. Ez a mai rendezvény, ez a gyerekeknek szól, a gyerekekről szól. Ugye jönnek az ünnepek, én azt gondolom, hogy nagyon sok családnál, akikkel mi találkozunk, illetve azt látjuk, hogy nagyon sokaknál nagyon nagy problémát okoz az, hogy az ünnepekre bármit vásároljanak, ajándékkal készüljenek a kicsiknek, illetve a nagyobbaknak. Ebben próbálunk meg mi segíteni a családoknak. Bolyás Eszternek köszönhetően
két dalt hallgathatunk meg, és ezt követően pedig egy betlehemezés következik. A Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesület utánpótlás csoportját, ők készültek nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy lelkesedéssel erre a mai napra a gyerekeknek. És meg kell még említenem, a II. Géza gimnáziumban a 7., 8., 9. osztályos tanulók közül azokat, akik a katolikus hittancsoportba járnak, ők viszont a tegnapi délutánjukat áldozták fel arra, szintén nagyon nagy szeretettel, ahogy a pedagógusoktól hallottuk, hogy a mai rendezvényt követően a mi kis süteménypartinkra ők készítették az édességet. Én úgy gondolom, hogy beletették szívüket, lelküket és gyönyörűségeket készítettek. Az előző években, körülbelül 5 éven keresztül a kollégákkal áruházi gyűjtést szerveztünk, hogy ezeket az adományokat fel tudjuk használni, illetve csomagokat tudjunk ebből készíteni. Az idei évben sajnos ezt nem tudtuk megoldani, és így megkerestük a helyi vállalkozókat, a helyi egyesületeket, a helyi cégeket, hogy esetlegesen adományaikkal segítenének nekünk. Ezt el kell mondjam, hogy az önkormányzat is egy nagyobb összeggel támogatta a rendezvényünket, és az így összegyűlt adományokból, játékokból, ruhaneműkből, édességekből, valamint az anyagi támogatásokból, amikből élelmiszert vásároltunk, és illetve édességet a gyerekeknek, ezekből állítottuk össze a csomagot. 145 gyermeknek állítottunk össze csomagot, ebből most a műsorra 78 gyermek kapott meghívót. Őket várjuk ide, erre a színvonalas rendezvényre, és a többiek pedig a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál vehetik majd át az ajándékaikat. Mi is Betlehemben részt venni a nagy örömben, melyek mennyei atyám árasztott az éjjel rám. A pásztorok is ott vannak, térben állva imádkoznak, ma született kisgyermek. Igyekeztünk odafigyelni, hogy mindenkinek személyre szabottan állítsuk össze ezt a csomagot, hiszen a gyerekek zömével mi dolgozunk évközben, és azért a kollégák kifaggatták őket, hogy mi a szívük vágya, mi az, amire ők vágynának. És igyekeztünk a beérkezett felajánlásokat úgy szétosztani, hogy azért a kívánságok teljesüljenek. Ennek van egy másik része is, mert mi egész évben gyűjtögetjük az adományokat, hiszen a lakosság részéről nagyon sokszor kapunk ruha felajánlásokat, játék felajánlásokat évközben is. És ott azért igyekszünk mi kiválogatni azokat a szép dolgokat, amikről úgy gondoljuk, hogy karácsonykor átadható egy gyermeknek, tehát mi egész évben gyűjtjük ezeket a felajánlásokat. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Az építőipari termékek mellett már olyan termékeket is kínálunk, amellyel még szebbé varázsolhatja otthonát. Nálunk megtalálja a fali órát, konyhafelszereléseket és a háztartáshoz szükséges termékeket A-tól Z-ig. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, akkor azt azonnal megrendeljük, és napokon belül a rendelkezésére is bocsátjuk. Továbbra is kínáljuk a komplet hőszigetelő rendszereket nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral, hogy önnel együtt otthon a se fázzon. Ha a karácsonyi ajándékot keres, akkor azt nálunk biztosan megtalálja. Szakértő kollégáink segítenek abban, hogy a lehető legszebb ajándékkal sikerüljön szeretteit meglepni. Termékek A-tól Z-ig a Bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Óriási sikere volt a Kanizsai Dorottya általános iskolában rendezett karácsonyi vásárnak. A gyerekek és tanáraik által készített portékák közül volt, amit percek alatt elkapkodtak a vásárlók.
Tessék fogyasztani! Annyiba! És mik ezek? 100%-os alma és megylé. És abba a fő... Hát abba a felnőttek kapnak. Karácsonyi vásárra alakult a Kanizsai Dorottya általános iskola. Az intézménybe belépve 100%-os gyümölcslevekkel, forralt borral, zsíros kenyérrel kínálták az embereket. A felső szinten pedig adventi vásár várta az érdeklődőket, a folyosón hatalmas tömeg sodródott, nem is csoda. A standok mögött nem mások, mint a portékákat készítő diákok álltak. Adventi koszorút, mézes kanácsot, karácsonyi díszeket lehetett vásárolni. A vásáron kizárólag a tanulók által készített termékekhez lehetett hozzájutni. Ezeket a gyerekek az iskolai órákon készítették kézzel. Azt mondják, egyes termékek ára azért borsosabb az átlagnál, mert fáradtságos munkával hozták azokat létre technika órák során. Először nagyon sokan voltak, aztán kicsit már kevesebben, tehát be lehetett jönni a terembe, de nagyon sok szarvasunk volt, azok nagyon gyorsan elkeltek, pedig azán, hát... Igazából nagyon drágák, úgymond drágák, mert kézzel csináltuk. Egy szarvas például 2000 forint volt, de tényleg megérte, mert saját kezileg technika órán készítettük, és talán 8 technika óra elment azzal, hogy például egy ilyet azért kitömni, meg az anyag is nagyon drága volt. Az osztályfőnökünk megvette az anyagot, mi pedig kitömtük szépen, ő pedig otthon megvarta. Elképesztően gyönyörűek voltak. Térültem, fordultam, és már elfogytak a párnák. Mik voltak rajta? Szarvasok. Aztán volt egy olyan, amin hópelyhek és szarvasok, valamint fenyőfák voltak. És még itt miket látunk az asztalon? Mesélj! Például alátétek, ilyen nagyon aranyos tányér alátétek. A konyha karácsonyra például nagyon szépen fel lehet díszíteni. Akkor például fenyőfadíszek. Ezeket a lányok csinálták, akkor ilyen cukornyalóka, ilyen kis figura, például most vittek belőle egyet el, de a párnák azok nagyon gyorsan elfogytak, akkor van ilyen kis neszeszerünk, de hát ezek a nagyobb kis lovak, meg ilyenek fogynak leginkább. Az adventi vásáron széles volt a választék a termékekből, sokan azt sem tudták, mit vegyenek, de végül mindenkinek lapult valami a kezében, vagy éppen a szatyrában. Vettem egy ilyen fenyőfát. Wow! Vettem még egy fenyőfát. Meg egy tobozt. Toboz a karácsonyfára, a... Kettő fenyőfa meg az asztalomra dísznek. Ettem egy ilyen csoki jégkrémet. Minden esztendőben a Felvidéki Néptánc Együttes tagjai is megmutatják, mennyit fejlődtek az elmúlt esztendőben. Az utóbbi években jelentős létszámnövekedés zajlott a csoportban, ami hosszú időre megalapozhatja a csoport fejlődését. A felvidékiek abban is reménykednek, hogy a gyerekek a szülőket is visszacsábítják a színpadra. A Felvidéki Táncegyüttes gyerekcsoportja lúcázást mutatott be a karácsonyi műsoron. Az együttes az utóbbi időben jelentős fejlődésen ment keresztül, mely elsősorban a létszám növekedésben mérhető le. Kalmár Éva a csoport vezetője nagyon elégedett volt. Azt mondja, egyre több kisgyerek jön el, és próbálja meg az ügyességét. Eddig utánpótlás csoportunk volt, nagyon büszkék vagyunk rájuk a mai napig is. Utána megalapult az aprók csoportunk, az meg már kimondhatatlan érzés volt, de idén, októbertől a még kisebbek is csatlakoztak hozzánk, tehát van egy tipegő csoportunk is, tehát
Most elmondhatom, hogy a Felvidék Néptánc Egyesület itt Bártaszéken 4 korcsoportban működik, és őrizzük a hagyományt. Beleszámít, hogy az utánpótlás, illetve az aprók csoportjának a vezetője, tánctanára óvónő. Tehát ő ott az óvodában tartotta a néptánc foglalkozásokat, és ő ott nagyon jól tudott verbúválni. Tehát ott megismerkedtek ugye a gyerekek a magyar népzenével, és ott Anitánk, Szabóné Béda Anitánk által már megismerkedhetnek a népzenével, a magyar néptánccal, a folklórral, és így már egyáltalán nem volt, vagy nincs nehéz dolgunk átcsábítani őket az Egyesület táncpróbáira, mert nagyon-nagyon szívesen jönnek és művelik ezt velünk. A karácsonyi műsorban nem csak a felvidéki hagyományokon alapuló táncokat mutatott be az együttes. Az estbe ágyazottan bekerült a spiráljárás is, ami német eredetű hagyomány. Én azt gondolom, hogy minden tánccsoport küzd ugye azzal, hogy gyerekkorban elkezdenek táncolni, és aztán a középiskola, de legkésőbb az egyetem, aztán ugye a családalapítás, tehát elvonza a tagokat, és nálunk is sajnos ez a tendencia, hogy mire elérnek a középiskolás korig a gyermekek, de legkésőbb egyetem, főiskola, leszoktak morzsolódni. Tehát a gyerekek nagyon aktívak, nagyon szeretjük őket, nagyon bízunk benne, hogy azért a felnőtt korukig, felnőtt korukban is ápolni fogják ezt a hagyományt, szeretnek majd hozzánk járni, és így akkor bővül a felnőtt csoportnak a száma is. Bártaszéki felvidékiek is abban bíznak, hogy akinek ez szívügye, az soha nem kopik ki a táncból, és gyerekeikkel együtt újra színpadra állnak. Mert hát a legjobb tanítóeszköz a példamutatás, és igaz ez a hagyományok megélésének tekintetében is. Ennyi volt már a Cikádor magazin, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Bártaszék friss híreivel, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!